köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, mint egy ős ébilistát tisztelhetünk benned. Parancsolj fogva egy helyet. Én egy picit még technikailag itt átállok. De miközben nyomogatom a gombokat, hadd meséljek rólad nekem az emlékeimet. Ugye pontosan nem tudom, mikor volt, elég régen az oskolában. Azt tudom, hogy már ott volt a Jenő, Kapi Jenő, tehát valószínűleg 90 utáni éveket írunk. Összén szóval terveidre se emlékszem, csak úgy magadra rád, hogy úgy vagy. És azért akire az ember emlékszik, az fontos, hogy van egy iskolába. Nyilván nem voltál egyedül, voltak társaid, mármint hogy voltak hasonlóan tehetséges fiatalok akkoriban, valahogy jöttek ilyen jobb évfolyamok. Akkor úgy, nem mintha most nem jönnének. Most is fantasztikus minden, de akkor ennek volt valami újdonság íze, így a, hogy mondjam, tanári oldal felől nézve az ügyeket. Azt tudom rólad, hogy csináltál Szabó Laci tanárunál ugye tudományos diákkört, ebben egészen biztos vagyok. Ez egy szinte kötelező kür volt minden ilyen lelkes és ugye odafigyelő hallgatónak. Arra emlékeim vannak, hogy te vándoriskoláztál is, ugye? Nem tévedek. Meg hát nyilván mesteriskoláztál is. Igen. Na hát, ha mennyi mindent mondtam róla, akkor áruld el, mikor végeztél nálunk. 90. Meg ha emlékszel, hogy mi a diplomaterved, én ezt nem tudtam fölkutatni már. Azt annak nem is bánom. Mondjuk. 93-ban végeztem, és a diplomamunkámat azt a Glasgow College of Buildingben, ahol vendéghallgató voltam fél évig, ott kezdtem el csinálni, és hát az egy kényelmes fél év volt, úgyhogy ennek a végeredménye az valószínűleg nem is éri el azt a színvonalat, amit szívesen mutogatnék most. Hát válaszoltam a kérdésre. Köszönöm, bár ezek a régi, én is elővettem a régi diplomámat, és úgy rácsodálkoztam, meg hogy akkor, meg most hogy csinálnám, de az ember szereti azért ezeket a régi terveket, azok ugyanúgy végül is vállalhatók, nem? Az ember akkor olyan. Igen, megmutatja, tükörnek nagyon jók ezek a régi tervek. Na most nem akarok ugrálni az időbe, ugye, mert te most egy Zsuffa és Kalmár nevű elhíresült építészirodába vagy, de engedd meg, hogy most már aztán később elfelejtem, hogy miért ebbe a sorrendben vagytok az iroda a névadói. Ugye, mert máshol, amikor mindenki egyenrangú, akkor betűrendet szokták, vagy ez pont ennek akar egy kicsit fricskát mutatni? Nem, ez úgy történt, hogy tehát akkor vissza kell menni az időbe, mert itt egy csomóféle utalás volt, itt a főiskolára, meg egyebekre, meg az, hogy milyen évfolyamok jöttek össze. Ugye én nagyon messziről indultam, mert én térképésznek tanultam, és egy középiskolában, és ez tanultunk földmérést is, és ennyi közöm volt egyáltalán az építőiparhoz, nem ilyen komoly kapcsolatom vele, mint a Tamásnak. És nekem mindegy volt nagyjából, hogy magasépítés szakra, mélyépítésre, vagy településmérnökére megyek, csak elolvastam a lexikonba, hogy ezek mit jelentenek, és úgy tűnt, hogy ez a magasépítés, ami föld fölötti létesítményekkel foglalkozik, talán mégiscsak az lehet ezek közül a legvonzóbb, és azért jelentkeztem a magasépítés szakra, amiből most már építés szak lett így pár évtizeddel később. Ez 90-ben volt. És akkor voltak ezek a szerencsés találkozások, hogy Pintér Tamás, Csontos Györgyi, Molnár Miska, és még pár ilyen srác. A Pintér Tamás azért különösen fontos, mert neki a bátyja már oda járt az Íbűrre, és ők TDK-ztak, és őket érdekelte a tervezés, amiről én nem is tudtam, hogy létezik ki. Hát a házak azok nyilván megtervezi valaki, de hát az nem lehet egy különlegesen nehéz dolog. És akkor ezekkel a srácokkal kezdtünk cimborálni, meg hát ugye a Népi Építészeti TDK-ba ott azért még sok ilyenféle arc gyűlt össze, ahogy említetted, és akkor elkezdett ez érdekelni. Itt találkoztam a Cicuval is, ugye a Kalmár, a Zsuffa és Kalmárból a Kalmár.
Utána az IBÜ-ön a tervező szakmérnökin is egy év folyamban jártunk, amit ugye a Kapi Jenő vezetett, őt is említetted, és a mesteriskolán is egy év folyamban kerültünk, és mi voltunk az első IBÜ-ösek, akiket felvettek a mesteriskolára, azért volt ez különleges, és ott több pályázatot csináltunk együtt, és úgy tűnt, hogy ez az együttműködés, ez fenntartható. Ő akkor kezdett már távolodni a Turányitól, vagy az irodájától legalábbis. Én pedig már befejeztem addigra a vándoriskolát, és eldöntöttünk, hogy csinálunk irodát. És akkor itt térünk vissza a kérdésedre, hogy miért ez lett a neve. Azt beszéltük meg, hogy hát Kalmár az olyan név, amiből van sok, nem olyan figyelemfelkeltő, ezért került az én nevem előre. Viszont az összes publikáció, ami velünk kapcsolatos, ott minden közösen jegyzett munkánál a névsorrend van föltüntetve, a névsorrendet tüntetjük fel a neveinket. Egyébként, ha már itt tartunk a közös irodánál, mi a tervezés metodikátok? Tehát van olyan különbség, hogy az egyik ház inkább a tied, vagy egy inkább a cicujé, vagy valahogy egy olyan munkamódszer van, hogy mindegyikbe beleadjátok magatokat, és hát egyszerre írjátok alá őket. Hát nagyon erős az együttműködés. Minden bizonnyal vannak különbségek, hogy ki mennyivel többet foglalkozik vele. De az első koncepciókat, azokat mindenképpen együtt alakítjuk ki, és hát valaki ezt tolja, ezt a munkát, és az utóbbi időben már hosszú ideje már vannak az irodában más fiatalok is, illetve fiatalok, inkább most már így fogalmazom, fiatalok vannak már az irodában, akik ebben intenzíven részt vesznek. De vigyázzunk, ugye a fiatal építész 40 éves és kopaszodik, tehát. Igen, de akkor nálunk fiatalabbak, akkor így fogalmazom. És hát ők is nagyon komolyan részt vesznek ezekben a munkákban, úgyhogy valójában ti munkáról kell, hogy beszéljek. Nekem, amikor nyilvánvaló vált, hogy ti egy nagyon ütőképes csapat vagytok, az pont ez a pályázat, amit itt kvázi kezdőképként kivetítettem, ez a bizonyos Budaörsi városháza. Igen. Ami rögtön annyira sikeres, nem, hogy elnyertétek az első díjat, és hát Isten kezében volt a dolog, mert meg is épült, és jól megépült, és nem szedték le a kőburkolatot, nem drive-itból virít az épület ki az utcára, és ugyanakkor egy díjat is nyertetek vele. Igen. Hát az a helyzet, hogy az előző kép azért volt érdekes, mert hogy a pályázathoz nem csináltunk látványtervet. A látványterveket most se nagyon szeretjük. Ez utólag készült, nem ez a kép, hanem az előző. Utólag készült a polgármester meggyőzésére, mert ugye ennek egy építés zsűrie volt ennek a tervpályázatnak. Eldöntöttük gyakorlatilag a legelején, hogy csak olyan tervpályázaton indulunk, aminek értelmes építés zsűrije van, akinek bízunk a véleményébe, vagy elfogadjuk a véleményét, inkább így fogalmazom. És ezt egy olyan társaságnak találtuk, és beadtunk tervpályázatot, úgyhogy nem készült hozzá látványterv. Meg is nyertük, a makett viszont készült, és csak nekünk volt makettünk, ilyen 40-valány pályázó közül. Megnyertük a tervpályázatot, viszont az első tárgyaláson a polgármester jelezte, hogy hát jó van, srácok, ezt megnyertétek, de nem képzeljétek, hogy ilyen ház fog ide épülni. És egy nagyon értelmes jegyzőasszony volt akkor a Budaörsön. A polgármester is szuper értelmes, meg nagyon jó fazon, mert hogy hagyta, hogy meggyőzzük róla, hogy ez jó, hogy nem csak építészetileg jó, hanem a város használóinak, meg a lakosságnak, meg bárki másnak, aki az épületet használni fogja, annak ez jó lesz. És ennek az a meggyőzésnek az egyik első eleme volt ez a látványterv, hogy próbáltuk megmutatni, vizualizálni neki, hogy ez hogyan működne ez a dolog, hogyan nézne egyáltalán ki, és hát természetesen az egész háznak a működését is elmagyaráztuk. Úgyhogy én mindig úgy gondoltam, kerültünk. Úgy tekintek erre a házra, hogy van egy nagyon komoly kommunikációt folytat az arra felé menővel, tehát van egy ilyen pszichikai teljesítmény olyan értelemben, hogy egy picit azt mutatja, hogy ez a Budaörs, aki egy nagyon aranyos, komoly kis sváb falu, immáron város,
és hát ugye hatalmas ipar települt rá, ilyen szolgáltatóipar főleg, ő nagyon komolyan veszi magát, és végülis egy komoly városházát akart. Hát ez, hogy mit akart, az nagyon nehéz most már arra visszaemlékezni. Amikor volt a megnyitó, akkor a német partnervárosa az azt mondta, hogy hát mostantól veszlek titeket komolyan. De nem ez volt ugye a ház formálásának, meg kialakításának nyilván az alapszempontja, hogy komolykodó legyen a ház. Egy nagyon furcsa helyzetben van ez az épület, az egyik irányból valóban ez a sváb falu, másik irányból lakótelep, lefelé a körforgalom irányába ilyen 90-es évek közepe, második fele, kicsit posztmodern, kicsit béna magas irodaházak, mögötte ugye a kereskedelmi létesítmények, mögötte viszont ott van a Kálvária-hegy, a Kőhegy, gyönyörű természeti környezet. És sokkal inkább ezekkel a természeti képződményekkel, a sziklákkal akart kommunikálni ez az épület, mint ezzel a nagyon heterogén építészeti környezettel. Úgyhogy ez egy olyan szikla, egy faragott szikla akart ott abban a körforgalomban lenni, ami ezzel a fehér mészkővel sokkal inkább ezzel a táji elemként jelenik meg. Na most az, hogy miért lett ennek ilyen ez a fizimiskája, ez a belépő megjelenése, az meg ugye az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy azért ez városház. Egy irodaházról van szó, mert a városháza is gyakorlatilag egy irodaház, ugyanolyan jellegű funkciók vannak benne, mint bármilyen irodaházban, de mégis egy városi középületnek nézzen ki. Nem akartuk ezeket a sztereotípiákat követni, hogy városháza tornya, meg ilyen ügyek, úgyhogy a környezetből indultunk megint csak ki, mint általában szoktunk. Itt volt egy forgalmas, vagy egy komoly körforgalom, egy nagy forgalmú út, és mi ettől akartuk egy picit így leválasztani ezt az épületet, egy olyan bejárati teret képezni neki, ami egyfajta ilyen áthangolódást tud eredményezni, vagy biztosítani, és ennek a görög agóra, vagy a római fórum, mint ilyen demokrácia szimbólumok, vagy képek jelentek meg nekünk előtte, vagy előttünk, és arra valamilyen formai utalásként jelennek meg ezek a dolgok, de valójában egy közteret akartunk létrehozni a ház előtt. Biztos vagyok benne, hogy jól kommunikáltátok, mert megértette a megbízó, és hát testet öltött az épület. Tehát kapódott ugye egy komoly elismerés, egy pro-architektúra díj ez az épület kapcsán. Én itt mégis lapoznék engedelmeddel, mert én figyelve munkásságotokat, hogy néha-néha, amikor valami hír jött, azért az ember úgy nézi, mi történik manapság, nem csak azért, mert iskolánkba jártatok régen, hanem úgy amúgy is érdekes ez a dolog. Én úgy láttam, hogy ügyködtetek ilyen régi vári, meg romi környezetbe, aminek hát én most egyik ilyen aranyos példáját engedelmezeszi, végig nyomkodom, ez a Csillagerőd, ugye Komárom mellett, ahol egy nagyon érdekes beavatkozást csináltátok, mert látjátok, a közönségnek így ugráltatom, hogy egy tulajdonképpen egy nem mozgó, vagy mozgó, mindenesetre viselkedő valamit raktatok bele ebbe a régi ilyen jól ott álló erődbe. Igen, ez egyik kedvenc munka volt, sajnos nem valósult meg, tendertervig jutottunk el. Az érdekes, hogy te végigmutattad itt az előbb nekem, hogy miket válogattál rólam össze. Egy közös pont mindenképpen van benne, ez az, hogy tervpályázatok. Csupa tervpályázaton nyert, vagy tervpályázaton nem nyert, nem tudom, hogy volt-e olyan, de hogy tervpályázaton indított munkáról van szó. Ezt is országos tervpályázaton nyertük el ezt a megbízást, ami mondom, csak tendertervig juthatott el. Mi volt a funkciója egyébként? Mi művésztelepet kellett nekünk tervezni. Ez egy nemzetközi művésztelep funkcióra lett kitalálva, és hát ugye az van, hogy ez a Csillagerőd, ez egy mondjuk erődként nagyon rövid ideig használt, gyakorlatilag amire épült, azt a funkciót sose töltötte be a 19. század második felében.
nagyon szomorú egyéb események zajlottak itt. De mindegy, építészetileg egy nagyon erős dologról van szó. Szóval ezzel konkuráló dolgot belerakni, az úgy tűnt, hogy szinte lehetetlen, vagy nem éri meg vele kísérletezni. Azon kívül meg a másik szempont az az volt, hogy mi tiszteljük gyakorlatilag minden régi épületet. Akár műemlék, akár nem műemlék, egy régi épület, amit rendesen, tisztességesen megépítettek, azt úgy szépen dédelgetni szeretjük, és egy ilyen beavatkozás, az, amit mi itt felvázoltunk, az egy elbontható dolognak gondoltuk mi. Látszik, hogy még mozgatható elemei is vannak, ez mondjuk funkcionális szempontból volt érdekes, hogy annyiféle térhasználati módot eredményezett ez a mozgathatóság, amit egy masszív épülettel valószínűleg nem lehetett volna megvalósítani, de valójában ez hogy nem biztos, hogy az, amit mi oda lerakunk, annak ugyanolyan erősnek és ugyanolyan hosszú ideig ott maradónak kell lennie. Ezért volt ez egy könnyű szerkezetes és szemmel láthatólag más szerkesztés alapján készülő bővítmény, mint az eredeti épület volt. Értem. Nekem nagyon szimpatikus volt a beavatkozás, hogy az ember ezt így leveszi ezek a képekről ezeket a szándékokat. Hát engedelmed, én nagyot ugrok. Az IBÜL-díj az mikor adatálható, ugye, mert természetesen ugye az is megtörtént. 2010, és egyszerre kaptátok egyszerre ugye kaptuk. A iroda két tagja. Szerintem kuriózum, ilyen volt már Magyarországon, vagy nem figyelted, hogy ezzel most úttörők vagytok-e? Azt hiszem, hogy nem volt. Azt figyeltem, hogy fiatalabbak szerencsére már kapták, mint én. Mit olyan Finta az 30 vagy 32 évesen kapta. Úgyhogy így megnyugodtam, hogy hú, de jó, nem kell ezzel a teherrel. A nagy öregény közül dupla díjasak is vannak. Ugye? Igen. Csak hogy így nem az, hogy na, ez a kis, na, nem, ilyen már volt, és akkor én ezzel így befejeztem az IBÜL-díj nézegetést, hogy akkor ez szerencsére. Uh-huh. Ez nem kínos. Mindenki úgy gondolta, hogy ez egy megérdemelt díj volt, ezen izgalmával együtt is, hogy egyszerre adományozódott oda nektek. Gyakorlatilag én a Prima díjad kapcsán találtam egy filmet, amit nem vetitek le, de egyszer is megnéztem, és nagyon szimpatikus dolgokat mondtál. Ha szabad ezt kierőltetnem így belőled, hogy mondd el azt, amit akkor mondtál. Hát akkor tényleg egyszerűbb lenne, mert egy perces volt ez a videó, hogy gyorsabban nem végülnénk rajta. Tehát egy adott helyen való viselkedéssel kapcsolatos volt ez a kis másfél perces film. Ez a helyi továbbépítése, az volt az alap gondolat, hogy gyakorlatilag az építészet számomra a helyi továbbépítését jelenti. És hát ez gyakorlatilag ezekben a munkákban, amiket most vetítettél, abban is talán érzékelhető volt, vagy annak a bemutatásában is, hogy abszolút a meglévő adottságokból indulunk ki, annak mindenféle, vagy minél többféle rétegét próbáljuk feltárni. És ha szabad ehhez nekem még egy gondolatot hozzátenni, ez ugyanez a filmből, itt kukucskálsz be, hogy az a szenzibilitás és az a apró részletekbe is odafigyelés, amitől nem pici az építészet, mégis olyan globálisan, generálisan jó megoldásokat ad, ezt tényleg csak gratulálni tudunk, és hát a díjathoz is. És köszönjük, hogy elfogadtad a Egy mondatot még, bocsánat, ez nyilván úgy van, hogy valami furcsa oknál fogva, mondjuk kettőnk közül, vagy az iroda több tagja közül így engem választottak ki, így nem tudom, hogy miért engem húztak ki a kalapból, de hogy ez nyilván Cicóval együtt értelmezhető ez az egész építészesdi az én oldalamról, úgyhogy ez neki is jár, ez a gratuláció. Forron gratulálunk hozzá. Köszönjük, hogy itt voltál. Zsufa Zsolt. Köszönöm.